Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit egy újabb videóból. Akkor most itt Tivacson szálltam le a vonatról, megnézem a medve otthont, és hogyha megy a kisvasút, akkor a kisvasúttal is fogok utazni. A tájékoztató tábla szerint majd arra fele kell menni. Nézzétek, milyen keresztáblát se láttam még sehol. A vasúti átjáró kezdete az oké, de sétarepülés 50 méter. Igen, van itt a sportreptér valószínűleg amiatt. És szerintem itt már a leszálláshoz készülve esetleg alacsonyan mehetnek. És azóta egy darab tájékoztató táblát se látta, viszont a Kugli úton a tervező is erre mondta, hogy a medve otthon fele erre kell jönni. Hát meglátjuk. Na most mindjárt megint átmegyünk a sineken. És azt nézzétek, ott van, akkor jó fele jöttem. Aztán majd valószínűleg itt kell tovább menni. Hát, 1971-es vasútvonal, és itt van egy busz megálló, meg egy buszforduló, de nekünk arra fele kell tovább menni. És ez mindig a Patak utca. Amikor ráfordultam erre az utcára, akkor is azt mondta, hogy Patak utca, mert akkor ez ilyen erlalakú ezek szerint. És lehet, hogy itt tudtam volna rövidíteni ezen a homok úton, már ott nem úgy láttam, hogy tovább ment volna, de lehet, hogy itt tudtam volna rövidíteni. És úgy tűnik, hogy megérkeztünk. Egyenesen tovább. Ó, az ott egy vonatnak vonat, de ez egy dottó. Ez nem a kis vonat, ez egy dottó. És akkor megérkeztünk a medve otthonba, közben megtudtam, hogy a kis vonat jár. És most már azt is tudom, hogy arra kell menni. Úgyhogy innestől kezdve. Ó, és itt vannak a macik. Legalábbis egy macit itt már rögtön látok. Aha. Sőt, van egy dottó, az is mindjárt indulni fog. Aha. Nézzük. Na, itt van Mici mackó. A dottó is itt a medve otthon területén megy. Lehet, hogy majd azzal is megyek egy kört. Ezt nézzétek, láb. Nézzük, sötét kék a szeme. Nem, a pont nem látszik. Nézzük. Na. Úgy láttam, hogy barna a szeme, nem sötét kék. Nem áll meg. Szasz. Na. Szia, Maci. Már mész is el? Na, Maci? Na. Na, ugye azt tudjátok, hogy a sör nem alkohol és a medve nem játék. Ott a Maci enni, akkor most már talán lesz róla felvétel. Na. Na. Maci? Na. Maci? Na. Szia, Maci! Maci? Na, csak oda mész, ahol enni is kapsz, ugye? És megvan a kis vasút, úgyhogy én most szépen meg. Legyen negyed óránként jár a kis vasút, úgyhogy remélhetőleg mi sikerül menetet elcsípni. Na, menetjegy megvéve, úgyhogy na, a fókuszt is visszakapjuk. Ugye meg kell várni, még a vonat visszajön. Hát, két szerelvény van, mint megtudtam, de jelenleg csak az egyik közlekedik. És micsoda delta vágány van itt a végén. És hát, 600-as nyomtáv, így ránézésre 600-as.
ezt nézzétek, itt van mind a két mozdony, és bizony ez egy paks is, hát ez egy éjjel 9-es, ilyen kemencén is van, meg Gödöllőn is. Van a pal területének a vége, úgy látom. De majd mégis itt tovább elnézek, a másik irányból az oroszlánok vannak, meg a farkasok. És egyébként közel van a velesi vonal is. Az előbb mentem a kisvasúttal, és gyakorlatilag majdnem ott mellettem elkötünk, mert sőt el is ment egy fölött. Amit még láttunk is a távolból. Akár egy megálló is lehetnek az elebb a medve otthonhoz, de hát vagy akár ott is, ahol a repülőtér van, mert ott is átjöttem az átjárón, az is közelebb lenne, de hát ugye ne legyünk terjedtet, annak végül Sivastól csak másfél kilométert kell gyalogolni. Ott van Mofosza. Szimba is, na. Na, fölébredt. Az a lámat Meg fajtinket
Anyja, Maki. Na, végtelen ciklusba került? Na, se. A videóznak még nem egy idő. Úristen, hogy úszik a vízben, így van. És akkor a farkas. És ott a másik. Nem fogja megállni. Kerítő. És akkor már útban Csomáda, nem is Ivacsra megyek vissza, hanem elgyaloglok Csomádig, mert ugye azt a fölöltet az átjáróba láttam, amivel ugye vissza tudtam volna menni a nyugatiba, és a következő egy óra múlva jön, hát időben bőven belefér, hogy addig elsétálok Csomádig, mert csak alig 2-3 kilométer, és hát itt sétáltam el a Veresegyházi reptér mellett. Itt van egy földút, ami a pályát követi, egyébként itt a bokrok mögött van a vágány. És itt egy útátjáróba keresztezni is fogja. Tehát szerintem itt a földúton majdnem végig el tudok menni az állomásig. Utána pedig szerintem a betonúton sétálva elérhető lesz simán. Úgyhogy akkor ez a Veresegyházi medve otthonos videó az ennyi lett volna. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, aztán majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!